mindenki nyugodtan egy gurigát, én meg segítek tartani. Jó? Anita, nyomjad! Anita! Nem merem, nem merem. Elég erős az Anita, úgyhogy... Picit fölgetjeti. Nem baj, az nem baj, szerintem ne is hajtsunk le többet, mert aztán kezeletetlen lesz. Elszabadul a csőkígyó. Szevasz! Köszönjük az ebédet! Balázs csinálta a kaját. Nem én csináltam, a kollégám. Ezt ilyenkor le kell aratni pedig. Menjen még. Még egy picit. Úgy. Úgy érzed, hogy rugózik. Ez annyira jó, hogy végig lehet csinálni. Segítek. Nem kell. Szorpasszátok vissza egy kicsit. Semmi, gyorsan mehet a következő. Így gyakorlatilag ilyen jó pörgősen. Csak ki kell úgy. Húzd ki. Így van. 15 perc alatt nagyon kényelmesen meghajlítható egy abszorber. Úgy. Jó csinálod. Jó. Máshogy nem lehet hajlítani. Nem, először a izét és utána a csapot. Jó, most nyom. Kicsit bele kell. Azért van, mert nem tudott a két találkozni a két tárcsa, de ezek még csak esztétikai hibák, még nincsen igazából keresztmetszet csökkenés, vagy lakadás. Na, kérem tisztelettel, hát így elég rondán néz ki, de hogyha vissza, tesszük az asztalra, és egy kicsit azt mondom, hogy lendületes módszerrel kicsit hidegen alakítok rajta. Elkészült egy korrektor hoztartozó abszorber cső. Kígyó. Ez ilyen állapotában azért is jó, mert ha akarom, ezt én így össze fogom tolni. Harmonikát. Tehát akár egy kis csomagtartóval a harmonika, hogyha össze nyomom, akkor elvihető. Hátizsákban meg buszon már nem. Ezzel nem érdemes. De csak ott kell, ahol forrasztás lesz. Ott kell, ahol forrasztás lesz, és alatta is. Alatta. Alá menjetek rá. Nézd, milyen szorgalmasak. A legjobb dolga a fotósnak van. Ezért tettem teremetni egy paradicsomot. Azt mondtad, hogy nem kell. Nem. Mert fölfele görbül a tény. Értem. Megnézzük, hogy még hol hinányos. Ha azért beállított a fenyőre. Videózom. Most nyomd oda. Segítség, nyomd segítség. Lassan. Nem, okay. Befolyt, jó. Oké. Okay. Szuper. Rés eltüntetve, még itt hiányzik. Azt megvárom, még megköt, mert akkor itt fel billen, ott lebillen. Már fogta? Szuper. Lehet látni, hogy kőkeményen deformálódik. Jó? Ja. Nem égetlek meg, nyugi. Azt hiszem. Illetve majd még meglátom. Kettő közé. Oda, úgy jó. A minőségen érdemes folyamatosan játszani. Oké, és még akkor ide hátra, ugye? Igen, megnézzük, hogy jó. Szuper, fogja. Igen, fogja, akkor még ott még itt egy kicsikén. Ugye ezt így kell megoldani, hogy a
Ezt kérek, hogy izét, hogy lenyomni. Leszorító művelet, úgy de ügyes vagy. Jobban, jobban nyomja. Bírod? Nem akar izé befolyni oda. Ilyen jó kis csepecskék. Aztán meg meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Van. Na, mi az, hogy kirugdalták? Hát egészen konkrétan, hogy amíg a szigeten volt egy konténerbe a főhadiszállásunk, a szerszámos, halál komolyan ilyenből még volt nekünk összerakva 4 darab, tök feketék kívülről, tehát nem igazából lehet azt tudni, hogy mi van benne, csak aki valamelyest ért hozzá. És segítek, jó? Kesztyűt, nem búzom? Nagyon jó vele festeni, hálás nagyon. És kirugdosták. Feltölték a házat, és kirugdosták, vagy a konténert, és kirugdosták belőle a csomót. Ennyi idén? Egy bemutatkozott. Ez szó szerint. Főre tegyük, hogyha megkérdezik. És akkor itt van gyakorlatilag egy, nem is tudom milyen vastag, de csak a stabilitásért felelős organizott lemez. Ez a borítása. Őnek igazából csak a csapóvíz ellen kell védeni. Mutatom mindjárt a hibákat is. Másik oldalt fogjuk. Ez milyen anyag itt a... Mutatom mindjárt a hibákat is, hogy... Tehát a hőszigetelés az egy 2x2 centi, általában ez már mint a drive-it már kevés szokott lenni. Tehát aki most épít, az 5-7 centi szigetelést tesz bele, és amit említettem, hogy ha fém a keret, akkor kőkeményen el kell határolni az abszorbentől, mert nem nagyon jó működést eredményez. Zöldtár szoláros profi kollektort, azt láttuk szétbontva is, hanem még geotextillel is teljesen körbe van borítva, tehát az megvan adva a módja. Többi gyárit meg nem láttuk, mert nem mondják. És akkor itt a Trabant kombi, hát ez gyakorlatilag, ez az első darabok egyike, ami, ezt ezzel fel is támasztom, és tényleg Trabant kombi. Az első darabok egyike, amiket ezzel készítettünk, tehát ez lesz a végeredménye. Itt még egy tábla volt, és akkor például itt is, itt ez teljesen rosszul van megoldva, mert ugye egyszerű faanyagokat alkalmazunk, tetőléc. Ide-oda forgatva, a távtartás. Egy valamivel kell igazából foglalkozni, hogy a polikarbonátot kiszorítsuk, jelen esetben, mivel fordítva vagyunk, az aljára. Ugye, és megfordítjuk a tetejére, tehát ne azon be. Fölszorítjuk mindenképp a kerethez, tehát hogy a polikarbonát ne ereszen felül, mert fölülről lázik az egész.